nemzetközi társadalomban és a politikában forradalmi változások zajlanak napjainkban, illetve gyakorlatilag most már évtizedes léptékben, és ez a forradalmi változás az úgynevezett big datához, a nagy adathoz kapcsolódik. A technológiai forradalommal együtt olyan új adatforrások váltak elérhetővé, amelyekkel korábban nem tudtak dolgozni a kutatók, és ezzel párhuzamosan a módszerek is rendkívül módon fejlődtek, olyan új lehetőségek vannak, amelyekkel akár még néhány évvel ezelőtt sem tudtunk volna érni, gondoljunk itt csak a felhő alapú számítások igénybevételének lehetőségére. Itt a Társadalomtudományi Kutatóközpontban az MTA-n is több kutatócsoport foglalkozik azzal, hogy ilyen big data elemzéseket készítsen, itt a szociológiától kezdve, ahol például a iskolai osztályoknak a hálózatait lehet vizsgálni különböző számítógépes társadalomtudományi módszerekkel, egészen a politikatudományig több különböző kutatócsoport foglalkozik ezzel az új kutatási irányjal, és mondhatjuk azt, hogy feltörekvőben van, és magyarországi kutatási alkalmazások körében az MTA az mindenképpen élen jár. A Politikatudományi Intézetben a Voltex projekt keretében nagy szöveges adatbázisokkal foglalkozunk, és kollégáinkkal együtt olyan új adatbázisokat hozunk létre és elemzünk, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre, és ezek a nagy közönség számára is elérhetőek honlapjainkon keresztül. Ilyen nagy szöveges adatbázis például a rendszerváltás utáni újság címlapoknak a könnyen kereshető, megfelelő módon előkészített változata, de gondoljunk csak parlamenti beszédekre, törvényekre, rendeletekre, interpellációkra, akár költségvetésekre is. Ez mind-mind elérhető egy jól rendezett formában a honlapunkon, és ez egy több éves kutatómunka eredménye volt. Adott esetben akár több száz évet is lefednek ezek az adatbázisok, tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy hogyan változott a költségvetésben a különböző témák hangsúly az 1800-as évektől napjainkig, akkor például ezt viszonylag könnyen vissza tudja keresni adatbázisainkból. Az, amit szeretnék bemutatni ma, az a Voltex projekt keretében egy törvényhozással kapcsolatos vizsgálatnak az eredménye, amiben azt néztük, hogy 28 év alatt a rendszerváltástól kezdve milyen fő tematikus hangsúlyai voltak a törvényhozásnak, milyen nagyobb csoportok rajzolódnak ki, és ezeket milyen szavakkal lehet reprezentálni. Itt az ábrán mellettem az látható, hogy ha mondjuk 10 csoportot határozunk meg, ami a legjobban kiadja azt, hogy az adott parlamenti ciklusban milyen témák voltak fontosak, akkor látható az, hogy bizonyos szavak hogyan vándorolnak a fontos témák között azáltal, hogy leértékelődnek, vagy felértékelődnek éppen. A különböző témák nézhetőek, például az igazságügy és a rendőrség, ezek egy idő után összeolvadnak, mert viszonylag kevesebb törvény van, és ezért már közösen alkotnak egy nagy csoportot. Itt látható, hogy 90-94 között ezek még külön témát alkottak, és változatos kombinációban jelennek meg a különböző gazdasági témák is, ipar és kereskedelem, költségvetés és adóvállalkozásoknak a szabályozása. Az ilyen big data típusú kutatásokat rendszerint olyan kutatócsoportok hagyják végre, amelyekben több különböző tudományágból jönnek kutatók, tehát nyilván van szükség van politológusokra, politikatudósokra, jogtudósokra, szociológusokkal, kommunikációkutatókkal is együtt dolgozunk, és természetesen információtechnológiával foglalkozó szakértőink is vannak, és ilyen változatos kutatócsoportokban lehet megvalósítani ezeket az új típusú kutatásokat. Ez a műhely konferencia, amihez kapcsolódóan beharangozzuk itt a videóban az, hogy körülbelül mire is lehet számítani az előadásoknál. A teljes programja tekintetében elérhetővé válik honlapunkon, az egyes előadások mindig megtekinthetőek, és itt is felvonulnak a különböző tudományágok képviselői, és beszámolnak arról, hogy a jogi szövegeket hogyan elemezték kvantitatív módszerekkel.